54 iszlám központra csapott le a német rendőrség. 7 szövetségi államban volt razzia a radikális iszlamistának tartott központoknál. Az ellenőrzésre a belügyminiszter adott utasítást. A gyanú szerint ezek a központok Irán irányítása alatt állhatnak. A fő célpont a hamburgi iszlám központ által működtetett Ali Imam mecset volt. A mecset tevékenységét már régen figyelte a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal. A témát Stefán Zoltán folytatja. Köszönöm szépen. Így van a témáról. Németországi tudósítónkkal, Noll Katalinnal beszélgetek, aki Berlinben van, akinek jó estét kívánok, és aki Berlinben egy olyan épület előtt áll, ahol egy mecset közösség működött, de azt bezárták, mert szélsőségesek célpontjává vált. Milyen elképzelésekbe nem illett bele ez a közösség? Jó estét kívánok! Valóban nem véletlenül választottam ezt a helyszínt. Egy olyan épület előtt állok, ezt operatőr kollégám talán meg is tudja mutatni, egy vörös téglás, boltíves épület talán látszik a háttérben, ahol egy nagyon sajátos főbérlői-albérlői viszony alakult ki az elmúlt esztendőkben, hiszen itt egy evangélikus templom működik, és ők egy helyiséget bocsátottak egy mecsetközösség rendelkezésére. Csak hogy ez a mecsetközösség liberálisnak vallotta magát, ami az ő esetükben azt jelenti, hogy például a nők számára nem teszik kötelezővé a fejkendő viselését, a nők és a férfiak a vallási szertartások idején közös helyiségben tartózkodhatnak, vagy például az imám prédikációját folyamatosan fordítják törökről vagy arabról német nyelvre. Az iszlámról egyébként tudni kell, hogy egy rendkívül zárt vallás, tehát nem tűrik meg azokat, akik a lehető legkisebb mértékben eltérnek a szabályoktól, és ez különösen jellemző a radikális iszlamistákra, a szalafistákra. Ezeknek a száma rendkívül mértékben megnőtt az utóbbi években Németországban. A mecset közösség egyébként az elmúlt esztendőkben többször kapott fenyegetéseket, nemrég pedig egy razzia során az is kiderült, hogy szerepelnek az ISIS nevű terrorszervezet listáján, tehát merényletet terveztek a mecset közösség ellen, ezért magát a mecset közösséget nemrég bezárták. De ahogy az Alkotmányvédelmi Hivatal beszámolt róla, többek között Berlin is az iszlamisták egyik középpontjává, központjává vált, például 100 mecset közösségnek átlagosan a tizede számít radikális, és az Alkotmányi Védelmi Hivatal egy korábbi adata szerint a 30 ezret közelítheti Németországban azon iszlamisták száma, akik radikálisnak mondhatók. A közel-keleti konfliktus éleződése óta Németországban rendkívüli hangsúlyt fektetnek arra, hogy ezeket az iszlamistákat, ezeket a központokat feltárják, illetőleg megszüntessék. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen az antiszemita megnyilvánulások is rendkívüli mértékben megszaporodtak Németországban. Évekkel korábban egyébként itt Berlinben bezártak már egy ilyen iszlamista központot. Ők például csak azért fenyegettek meg egy iskolás kislányt, mert a kislány kijelentette, hogy ő nem hisz Allahban. Tehát Németországban évente, éves szinten több raziát tartottak, tartanak, és ezen raziák egyike zajlott a csütörtöki napon, amikor a hajnali órákban több száz rendőr özönlött el, több száz rendőr ütött rajta gyakorlatilag 54 épületen Németország 7 tartományában, és itt is egy iszlamista szervezet leleplezése volt a cél. Katalin, mit lehet arról tudni, a hamburgi iszlám központ volt a fő célpontja ezeknek a razziáknak, hogy milyen befolyást gyakorol a muszlim közösségekre? Valóban Hamburg volt az egyik központja, az egyik fő központja ennek a legutóbbi razziának, hiszen az 54 épületből 32 található Hamburgban, és gyakorlatilag felmerült a gyanúja annak, hogy ők az iráni rezsim egy meghosszabbított karja, hogy az iráni nagykövetség mellett ők képviselik az iráni kormányt a legnagyobb mértékben itt Németországban. Ugye az iráni kormányról nem szabad elfelejteni, hogy az Izraelt ért terrortámadást követően gratulált a Hamasznak, tehát mindenképpen fennáll a gyanúja annak, hogy a falaik között ők is radikális cselekedetekre buzdították a híveiket, gyakorlatilag, hogy szoros kapcsolatban álltak Iránnal, és felmerült annak is a
gyanúja, hogy a libanoni Hezbollah nevű terrorszervezetet támogatták, illetőleg, hogy az alkotmányos rend megzavarására irányuló cselekedetekre készültek. A helyi belügyminiszter egyébként már korábban többször tett javaslatot ezen közösség, ezen szervezet megszüntetésére, bezárására, de ahhoz, hogy ez megtörténjen itt Németországban, ahhoz szövetségi belügyminiszteri engedélyre van szükség. Németországban egyébként az utóbbi időben megszaporodtak az úgynevezett gyanús esetek. Például egy amerikai szervezet hozta nyilvánosságra, hogy egy iráni egyetem és 5 németországi egyetem testvér intézményi kapcsolatot létesítettek egymással. Ez azt jelenti, hogy cserediák programokat szerveztek, workshopokat tartottak, és nemrég derült ki, hogy az iráni előadások alkalmával ugyancsak radikális előadásokra került sor. Német sajtóorgánumok próbálták megszólítani, megszólaltatni a németországi egyetemek vezetőit, de ők vagy nem nyilatkoztak, vagy gyakorlatilag semmit nem tudtak ezen történésekről, és zsidó szervezeteknek is felmerült a gyanúja, miszerint németországi segélypénzekkel történnek visszaélések. Közé tettek egy több mint 40 szervezetet tartalmazó listát, ezek olyan külföldi szervezetek, amiket a német kormány körülbelül 150 millió euróval támogat. Itt a támogatás célja nemes, továbbképzésekre, eszközök beszerzésére fordítják ezt a pénzt. Az összeg jelentős része ugyanakkor palesztin szervezetekhez kerül, és ez keltette fel a zsidó szervezetek gyanúját, hiszen fennáll a gyanúja annak, hogy amennyiben a segély támogatás, a segély összegek palesztin szervezetekhez kerülnek, ezáltal akár terrorszervezetekhez, a Hamászhoz vagy a Hezbollahhoz is kerülhetnek. A német szövetségi rendőrség egyébként nemrég hozott nyilvánosságra egy adatot, tehát gyakorlatilag az Izraelt ért terrortámadás óta Németországban is megszaporodtak azon bűncselekmények, amelyek gyakorlatilag antiszemita megnyilvánulásokkal hozhatók összefüggésbe. Körülbelül 2500 ilyen bűncselekményt említenek. Németországban folyamatosak a tüntetések. Nemrég Essenben például egy tüntetésen német kalifátus létrehozását szorgalmazták, és folyamatosak a zsidó épületeket, emlékműveket ért érő támadások is, ezért azokat különös védelemmel látták el. Katalin, egy percünk van hátra, de kérlek, arról még beszéljünk, hogy tegnap érkezett Németországba a török elnök. Nehéz partner, ezt a kifejezést szokta használni rá a német sajtó. Mi történt a találkozó, mi derült ki róla? Sőt, nem szívesen látott vendégnek is nevezték Erdoğan. Ugye különösen feszültek voltak azok a pillanatok, amikor ő a Bellevue palota előtt kiszállt az autójából, hiszen azt sem lehetett tudni, hogy történik-e készfogás a török elnök és a német kancellár között. Végül megtörtént a készfogás, és egy rövid beszélgetésre került sor, azt követő eléptek a sajtó nyilvánossága elé. Azt tudni kell róluk, hogy rendkívül ellentétes álláspontot képviselnek a közel-keleti konfliktus kapcsán, viszont egyikük sem szeretné, hogyha ez a konfliktus tovább éleződne, tehát mindketten támogatnának egy bizonyos tűzszünetet. De az azt megelőző, tehát Erdoğan látogatását megelőző időszakban nagyon sokan feltették azt a kérdést, hogy Németországnak miért van szüksége Törökországra, de nem szabad elfelejteni, hogy a földrajzi helyzeténél fogva Törökország nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a Németországba irányuló illegális migráció csökkenjen, ezt a német kormány támogatja, és gyakorlatilag ők azt szeretnék, hogyha az Európai Unió és a Törökország közötti megállapodást megújítanák. Ez ugye 2016-ban született. Törökország akkor vállalta, hogy hamar visszafogadja, gyors eljárás után visszafogadja azon migránsokat, akik nem kapnak menedéket az Európai Unió valamely tagállamában, és ezen megállapodást követően jelentősen csökkent ez a szám, tehát gyakorlatilag Németországnak ez érdeke, ez a legnagyobb érdeke jelen pillanatban, hiszen Németországban irányíthatatlanná, kontrollálatlanná vált a migráció. Noll Katalinnak köszönjük szépen!